Megbontott tetőket, kidőlt fákat és leszakadt vezetékeket hagyott maga után a Kiara ciklon. A tűzoltókat több mint 500-szor riasztották. 1000 fölé emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma Kínában, közben egyre többen gyógyulnak ki a fertőzésből. Az Európai Bizottság fel akarja gyorsítani a nyugat-balkáni bővítést, erről beszélt Várhelyi Olivér Strasbourgban. És elkezdődött a szellőrózsák virágzása az izraeli Negev sivatagban. A milliónyi skarlátvörös virág turisták ezreit vonzó. Ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok. Jó napot kívánok! Fákat döntött ki, épületeket rongált meg, és vezetékeket szakított le a Kiara ciklon tegnap országszerte. A tűzoltókat több mint 500-szor riasztották, a legtöbbször Somogy megyében. 15 megye, 63 településén összesen körülbelül 17 000 fogyasztónál volt áramkimaradás, de a szolgáltató néhány óra alatt mindenhol megszüntette a problémát. A ciklon az esti órákra elhagyta az országot, hajnaltól azonban ismét sokfelé megerősödött a szél, amelyet több helyen zápor, zivatari égeső, valamint a februárban szokatlan mennydörgés és villámlás kísért. Csak az oldalfalai maradtak állva ennek a kecskeméti háznak, amelyet hétfőn este szinte teljesen letarolt a vihar. Az épületbe először a villám csapott bele, majd az erős szél leszaggatta több mint 300 négyzetméteres tetőt. Az elektromos vezetékek kiszakadtak a falból, így a házban nincs áram. A lakók fűtés és világítás nélkül maradtak. A kazán is lángra kapott, csak annak köszönhető, hogy nem égett le az egész ház, hogy a tulajdonos gyorsan eloltotta a tüzet. Én a teraszon voltam, mentem a kazánra, tettem, és egy pukvarást hallottam, utána láttam, hogy a kéményem leszakadt, ledőlt, és az egész tetőszerkezetet leszette a szél. Utána próbáltam gyorsan oltani elfele a kazánt, mert majdnem felrobbant. A szél reggelre sem csillapodott, csak nem 90 km/h szélőkéseket is mértek Kecskemét környékén. A Kiara ciklon szokatlan időjárást hozott magával, sok helyen jégeső is esett. Csongrádon mennydörgéssel érkezett a jégeső. Itt a borsónagyságú jég több centiméter vastagon szinte fehérre változtatta a járdákat és az utakat. A viharos időjárás miatt sok baleset is történt az utakon. Az M5-ös autópályán Kecskemétnél az árokba sodródott egy személyautó. Ahogy haladt az M5-ös autópályán Szeged felé a gépkocsi, elhaladt mellette egy kamion, és a szél, a turbulencia megdobta az autót, és elkezdett oldalra cikázni a jármű. A tulajdonos, a sofőr nem tudta már megfogni az autót, és belecsúszott az árokba, amely nem csoda, hiszen mutatom, jégeső esett Kecskeméten, ekkora nagyságú jegekről beszélünk. Szentendre és Pomász között pedig egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze. A balesetben az autó vezetője életét vesztette, a teherautó vezetője megsérült. Több helyen a műveletirányítási ügyeletünket meg kellett erősíteni a tömeges események kezelése miatt. Hétfő délután óta megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók. A viharos szél Somogy, Zala és Veszprém megyében okozta a legnagyobb károkat. A kidőlt fák, letört ágak és leszakadt villanyvezetékek miatt több mint 500 bejelentés érkezett. Több ezer fogyasztó maradt átmenetileg áram nélkül, a szolgáltató az folyamatosan helyreállította ezeken a helyeken a szolgáltatást. Egyébként épületekben is kisebb vagy nagyobb káresemények történtek, ahol tűzoltói beavatkozás volt, az 140 ilyen helyszín volt, ebből körülbelül 100 volt lakóépület, a többi pedig közintézmény. Ebből mondjuk kiemelném azt is, hogy akár Gyulán is tombolt olyan erejű szél, hogy a kórház tetőszerkezetét bontotta meg. Országszerte jelentős anyagi károkat okozott a szél. A biztosítók arra számítanak, hogy a következő hetekben akár az 1 milliárd forintot is elérheti a bejelentett károk összege. Kapcsolunk a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépára, ahol egy 12 méteres fenyő dőlt egy házra. Ott van Molnár H. Boglárka kolléganőm. Sikerült-e már eltávolítani a fát a házról? Köszöntöm a nézőket, ezekben a percekben sikerül nagy nehezen leemelni a fa darabjait az épület tetejéről. Csépát szinte teljesen elverte a vihar, és ahogy mondtad, a legnagyobb kárt ez a 10-15 méteres fenyőfa okozta, amely ketté tört a szélviharban, és több épületre rázuhant. A legjobban sérült ház életveszélyessé vált, valószínűleg, hogy nem is térhet már ide vissza a lakó. A katasztrófa védelem nagy erőkkel, 4 autóval és daruval érkezett a helyszínre. Nagy fejtörés
törést okozott az, hogy hogyan lehet eltávolítani a fadarabokat a tetőről, ugyanis a vezetékek miatt ez igencsak nehéz feladat, órák óta dolgoznak egyébként a tűzoltók itt ezen a helyszínen. Tegnap óta körülbelül 50 riasztás történt Jászlajkun Szolnok megyében, csak hogy a legsúlyosabb eseteket említsem. Kunszentmártonban például egy 15 méteres téglafalat bontott meg a szél, amely kárt tett egy szomszédos melléképületben. Szintén ezen a településen egy 30 négyzetméteres garázs tetejét szaggatta le a szél, amelyet a légmozgás az udvaron lévő másik épület tetejére fújt. A Szolnokon egy 6 méter magas fa borult rá két parkoló személygépkocsira. Tiszaföldváron volt egyébként a legtöbb káreset, 6 darab összesen, 15 négyzetméteres fenyőfa dőlt rá egy lakóházra, a teteje megsérült. Egy másik helyszínen egy parasztház tetejét 20 négyzetméterre tépte fel a szél. De volt olyan helyszín is, ahol egy 4 méteres darab fa egy téglatestre, téglakerítésre dőlt rá. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, még most is vannak olyan helyszínek, ahol szükség van a beavatkozásra. Molnár H. Boglárkának köszönjük szépen, és megyünk a fővárosba, Stefán Zoltán kollégámhoz. Zoltán, Budapesten jellemzően milyen esetekhez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak? Jellemzően épületkárokhoz, kidőlt fákhoz, leszakadt faágakhoz. Jó napot kívánok! A Kaszásdülői hévállomás közelében vagyok, ahol ennek a fának valamivel több mint fél méter átmérőjű ágát törte le a viharos elejű szél. A leszakadó darabok pedig a járdát és a közúti forgalmat is akadályozták. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg, éppen nem járt erre senki. Ahogyan az is a szerencsének köszönhető, hogy nem akadályozta az ötös hév vonalán közlekedő szerelvényeket, amelyek közvetlenül a fa mellett haladnak el. A kiérkező tűzoltók feldarabolták a faágakat, és már mentek is tovább, hiszen folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések. Nem messze innen, a Bogdáni úton egy épület vastető szerkezetét bontotta meg a szél, és az elemeket nekilökte a kéménynek, amely megsérült. Délig 50 beavatkozásuk volt a fővárosi katasztrófavédőknek, de ez a szám, azt mondták, hogy percről percre változik, folyamatosan emelkedik. Továbbra is azt kérik a fővárosiaktól, hogyha járművel indulnak útnak, legyenek nagyon körültekintőek, próbálják meg elkerülni azokat a parkolóhelyeket, amelyek fák alatt vannak, hogyha gyalogosan indulnának el, akkor pedig figyeljenek akár a lehulló cserepekre, kisgyerekekkel csak akkor mozduljanak ki, hogyha az feltétlenül szükséges, és még azt kérik a fővárosiaktól a tűzoltók, hogy csak arról a káreseményről tegyenek bejelentést, ahová valóban szükséges egy 6 fős tűzoltóegységet riasztani. Stefán Zoltán, köszönjük szépen, és akkor folytatjuk itt a stúdióban Szilágyi Eszterrel. Eszter, ugye elhangzott már, hogy a Kiara ciklon elment, jött rögtön utána egy hideg front, ilyen furcsa februári dörgéssel, meg villámlással, nagyon szokatlan. Hol tart ez most? Szervusz, és köszöntöm a híradó nézőit. Így igaz, ma a hajnali órákban a Kiara ciklonhoz kapcsolódó másodlagos hidegfront érte el a Kárpát-medencét. Ez a fronthoz kapcsolódóan a hajnali órákban már egyre többfelé zivatarok tűntek fel, és ahogy azt az Országos Meteorológiai Szolgálat radarfelvétele is szemlélteti, a főváros térségében ez zivatarlánc állt össze, és szervezett zivatar vonalként átrobogott az Alföldön. Ezekre pillanatokra már elhagyta hazánkat a csapadékzóna, nyomában felszakadozott a felhőzet, viszont a nyomában feltámadó viharos erejű szél még a következő órákban is a vendégünk marad, mindez pedig az előrejelzési térképünk is szemlélteti. Tehát a következő néhány órában, ahol pirosas, narancsárges színnel jelölt területeken számíthatunk elsősorban viharos, a hegyekben elsősorban erősen viharos széllökésekre is, de a szél majd a késő esti órákban veszít lassan erejéből, csitul a légmozgás, és ekkor már csak a magasabban fekvő hegyvidéki területeken lehet számítani 60 km/h meghaladó széllökésekre. A következő napokban is a vendégünk marad a szeles időjárás, de hogy pontosan hol és mekkora szélre számíthatunk, részletekkel jövök még a híradó után. Eszter, köszönjük szépen! Szinte egész Európát letarolta a Kiara ciklon. A vihar hatalmas pusztítást hagyott maga után, legkevesebb 7 meghaltak, és sokan megsérültek volt, ahol 150 km/h széllökéseket is mértek. Repülőjáratok tucatjait törölték, máshol a vonatok sem közlekedtek. Fák és oszlopok dőltek az orkán erejű szélben. A leszakadt elektromos vezetékek miatt pedig százezrek maradtak áram nélkül. Sártenger lepi el egy észak-angliai kisváros udvarait és utcáit, a házak előtt pedig halmokban állnak a tönkrement bútorok. A településen több villámáradás is átvonult az elmúlt napokban. A helyiek közösen próbálják eltakarítani a felgyülemlett földréteget otthonaikból. Amikor vasárnap éjjel felriadtam, azt hittem egy rossz álom, aztán rájöttem, hogy ez a valóság. Később a folyó visszaapadt, és felismertük, hogy mekkora a kár. A fiam Manchesterben ragadt, nagyon aggódtam érte, mesélte egy asszony.
Az Egyesült Királyságban sok helyen még nem vonult el az áradás. A Kiara ciklon által hozott heves esők miatt léptek ki a folyók a medrükből. A legpusztítóbb azonban az orkán erejű szél volt. A helyenként csaknem 150 km/órás széllökések, fákat és villanyoszlopokat döntöttek az utakra és a vasúti sínekre. Franciaországot is letarolta a vihar. Lorraine városában letépte egy iskola tetejét. Senki nem sérült meg, de hétfőn szünetelt a tanítás. Délben pedig egy szálloda burkolatát bontotta meg a szél. Kidőlt fák és felborult kamionok akadályozták a közlekedést a francia utakon is. Svájcban a repülők leszállását nehezítette az erős szél. A zürichi repülőtéren hétfőn több mint 80 járatot kellett törölni. Szakértők szerint kedden is fennakadásokra lehet számítani a légi közlekedésben. A vihar egész Nyugat-Európában hatalmas pusztítást hagyott maga után. Németországban épületeket rongált meg az orkán erejű szél, és leszakította a villanyvezetékeket is. Több mint 50 ezer háztartás maradt áram nélkül. Számos tartományban akadozik a közlekedés. Münchenben több száz repülőjáratot töröltek. A Német Vasúttársaság pedig leállította a távolsági vonatokat. A ciklon északon elérte a skandináv országokat, keleten pedig Közép-Európát is. Lengyelországban több mint 1100 alkalommal riasztották a katasztrófa védelem munkatársait. A szél több tucat háztetőt rongált meg, és gyökerestül csavarta ki a fákat. Zakopane közelében, egy tátrai síközpontban két ember vesztette életét a szélsőséges időjárás miatt. Hatalmas tragédia történt két varsói turistával. Hétfőn délelőtt 10 óra körül zuhant rájuk egy faház teteje. Egy 15 éves lány és 52 éves édesanyja vesztették életüket. A család egy másik tagját, egy 21 éves nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, nyilatkozta a helyi rendőrség szóvivője. Csehországban mintegy 100 ezer háztartás maradt áram nélkül, az autópályákon pedig egymást érték a balesetek. A cseh-német határon leállt a vasúti forgalom a sínekre dőlt fák miatt. A prágai repülőtér járatait törölték. A hatóságok attól tartanak, hogy a korhat fákat könnyen kidönti az erős szél, ezért sorra vágták ki a száraz fákat. A cseh fővárosban a vihar miatt hétfőn nem nyitott ki az állatkert, és a közparkokat is bezárták. Özönvízszerű esőzések pusztítottak Dél-Amerika több államában. Brazíliában, a 20 millió São Paulóban egyetlen éjszak alatt annyi eső esett, hogy a város egyes kerületei teljesen megbénultak. A folyók kiléptek a medrükből, elárasztották az utcákat, vízben álltak a vonatok, az autók és az erőművek is. Hatalmas volt a fennakadás a közlekedésben, az ár ugyanis alámosta az utakat. Perúban a fővárostól 100 kilométerre északra villámárvíz pusztított, több településre pedig a heves esőzések miatt sárlavina zúdult. Ezer fölé emelkedett a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 43 ezret. A halottak és a betegek zöme továbbra is az ország középső részén Hubei tartományban van, ahonnan ki is indult a járvány. A kínai hatóságok eközben hatalmas sikerként számolnak be arról, hogy egyre többen gyógyulnak meg, már 4000 körül van a betegségből felépültek száma. Egy 7 hónapos gyerek a szüleivel együtt gyógyultan hagyta el Hunan tartomány egyik kórházát. Kína szerte egyre több koronavírussal fertőzött ember gyógyul meg. A nővérektől, orvosoktól mindenki virágcsokrot kap, és sokszor fényképek is készülnek a kórházak előtt. Egyre több olyan gyárban kezdődött el a termelés, ahol hetek óta kényszerszabadságon voltak a dolgozók. Erre szólított fel a kínai kormány is. A pekingi vezetés szerint, ha gyárak nem kezdenek el dolgozni, súlyos hiány keletkezhet az orvosi felszerelésekből és élelmiszerekből. Utóbbira van a leginkább szükség, így ismét dolgozik több malomipari, illetve baromfi feldolgozó üzem. Vannak olyan varrodák, ahol eddig különböző ruhákat készítettek, most viszont védőöltözeteket állítanak elő. Naponta kétszer lefertőtlenítjük az egész csarnokot, az éttermet, az öltözőt, a mosdót. Munkába állás előtt pedig minden dolgozónak megmérjük a testhőmérsékletét, mondja az egyik üzemvezető. Eközben a japán hatóságok evakuálták a Tokió melletti Yokohama partjainál veszteglő Diamond Princess üdülőhajó idős és krónikus betegségben szenvedő utasait. Leginkább rájuk jelent ugyanis veszélyt a kór. Aki valamilyen alapbetegséggel küzd, vagy idősebb korú, elsősorban ez az alapbetegség szívérendszeri betegség, vagy valamilyen egyéb krónikus tüdőbetegség, vagy anyagcserebetegség, azoknál súlyosabban zajlódik le, és nyilván összeadódik a fertőzés hatása, illetve ez az alapbetegség. A
betegség. Az M1 tudósítójának sikerült néhány méterre megközelíteni a karantén alatt lévő hajót. Kis Gábor István azt mondta, a japán hatóságoknak nagy gondot jelent, hogy a hajó utasainak csak nem 80%-a 60 évnél idősebb. 215-en már túl vannak a 80-on, 11-en pedig 90 évesnél is idősebbek. Annyira megterheli a logisztikát, a krónikus betegek gyógyszer szükséglete, inzulinra van folyamatosan szükség, más életmentő gyógyszerekre, amelyeket próbálnak pótolni a japán hatóságok, de a japán receptúrák egy picit mások, mások a gyógyszerek. Nehezebb beszerezni azokat a gyógyszereket, amelyeket esetleg például az amerikai turisták megszokhattak. És így könnyebbnek vélték ma reggelre a japán hatóságok, hogy lehozzák az időseket és a betegeket. Az óceánjáró fedélzetén 2666 utas és 1045 fős legénység tartózkodik, köztük három magyar. Ők továbbra is jól vannak, a hajón lévő fertőzöttek száma viszont 135-re nőtt. A most evakuáltakon kívül a többieknek két hétig a hajón, a kabinjaikban kell maradniuk. A bezártság miatt többen stresszes állapotba kerültek, ezért pszichológusokat is vittek a hajóhoz. Közben világszerte már 43 ezer fölé tehető a fertőzöttek száma, és Európa több országában is vannak koronavírusos betegek. Egy brit üzletember valószínűleg Szingapúrban fertőződött meg, majd Svájcban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban összesen 11 embernek adta át a kórt. Őt a brit sajtó most Baci Csúzlinak gúnyolja. Szírmigráns akart kirabolni helyi gyerekeket Szabadkán, úgy tudjuk, hogy el akarta venni tőlük a mobiltelefonjaikat. A gyerekek elszaladtak, de az egyiküket utolérte és a földre rántotta. A gyerek könnyebben megsérült. A támadót később elfogták. Közben a magyar határon nem enyhül a nyomás, csak tegnap több mint 100 migráns próbált Magyarországra jutni, de a rendőrök megállították őket. Orbán Viktor és Angela Merkel tegnapi találkozóján is téma volt a migráció. Az M1-nek nyilatkozó elemző szerint az idő a magyar miniszterelnököt igazolta a migráció kezelését illetően. Az éjszaka közepén próbáltak meg illegálisan átszökni a román-magyar határon ezek a fiatal migránsok. Afgánnak vallották magukat, korábban Romániában kértek menedékjogot, de úgy tűnik az eljárás végét nem várták meg. Azt mondták, Nyugat-Európába akarnak menni. A szerb-magyar határ közelében sem telt nyugodtan a hétfő este. Szabadka belvárosában egy 20 év körüli szír férfi rontott rá 6 hazafelé tartó gyerekre. A fiúk futni kezdtek, a közeli korcsolyapályán kerestek menedéket, de a kapu zárva volt. Akkor átugrálták a kerítést, hogy meneküljenek, viszont egyiküknek ez nem sikerült, és a szír férfi a földre rántotta a mobiltelefonját, követelte. Barátai itt a közelben található rendőrségen kértek segítséget, a rendőrök azonnal elfogták a támadót, és 24 órás őrizetbe helyezték. Információink szerint a megtámadott fiúnak a keze sérült meg. A migráció is téma volt hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel berlini találkozóján. Az egyeztetés előtt a német kancellár többek között azt mondta, Magyarország jól védi a határokat. Lehet, mint a feszültség. Más volt a mostani találkozó hangneme, mint másfél évvel ezelőtt. Eltűnt a feszültség a két vezető politikus között. Erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt az M1-en. Póca István azt mondta, az idő Orbán Viktort igazolta a migráció kezelését illetően. Egyértelmű, hogy Merkel nem akar fölvállalni egyébként felesleges és egyébként nem nyerhető konfliktusokat, mert az is látszik egyébként, hogy a európai szinten ez a vita most már tényleg kezd teljes mértékben eldőlni a magyar miniszternek az oldalára, hogy neki volt igaza ebben a kérdésben, amikor a migrációról döntöttek, hogy az idő a magyar miniszternek ott igazolta. Kiszeli Zoltán politológus ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, Németország továbbra is össze szeretné kötni a migráció kezelését az Európai Unió költségvetés. Egyelőre ezért sincs egyetértés a következő 7 éves uniós büdzsét illetően. Továbbra is azon ügyködnek, hogy azokat az országokat preferálják anyagilag is, amelyek befogadnak migránsokat, hogy pont ezt a szétosztási kvótát akár anyagi ösztönzőkkel is elfogadottá tegyék. Orbán Viktor a berlini tárgyalás előtt azt mondta, az Európai Unió versenyképességének visszaállítása most a legfontosabb. Bár messziről indulunk és máshonnan nézzük a kérdést, biztos vagyok benne, hogy a végén találunk olyan megállapodási lehetőséget, amely mindenkinek jó lesz majd. A miniszterelnök hozzátette, elengedhetetlen, hogy az unió következő költségvetését minden tagállam számára kedvezően alakítsák ki. Európának vissza kell adni a biztonságot, és a kontinenst meg kell védeni a globális terrorizmus veszélyétől. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter egy bécsi konferencián.
Szijjártó Péter azt mondta, hogy ehhez négy lépésre van szükség. Egyrészt véglegesen le kell győzni az Iszlám Állam nevű terrorszervezetet, meg kell védeni saját határainkat, támogatni kell a terroristák által elüldözött közösségeket, hogy visszatérhessenek az otthonaikba, valamint az ENSZ fő feladatává kell tenni a terrorellenes küzdelmet. Hogyha a Nyugat-Balkánon nem tudjuk megállítani a migrációs folyamatokat, akkor bizony megadjuk az esélyt az Iszlám Államnak arra, hogy a terroristáit elküldje ide Európába. Tehát az európai terrorfenyegetettség csökkentése és Európa megvédése érdekében meg kell védeni a határainkat, mint ahogyan azt teszi Magyarország is. Az elmúlt években több mint 1 milliárd euróba került ez nekünk, de a biztonság az első, és mi ennek a követelménynek meg is feleltünk. Az Európai Bizottság célja, hogy felgyorsítsa a nyugat-balkáni bővítést. Erről beszélt tegnap a szomszédságpolitikai és bővítési biztos az Európai Parlamentben. Várhelyi Olivér hozzátette, hogy Albániával és Észak-Macedóniával meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat, ugyanis mindkét ország teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. Orbán Viktor és Angela Merkel tegnapi berlini találkozóján is szóba került a téma. A magyar miniszterelnök azt mondta, Magyarország szószólója a bővítésnek. Az Európai Bizottság egy új, átalakított javaslatot mutatott be azzal a céllal, hogy lendületet adjon a bővítésnek. Eszerint határozottabb politikai irányításra és a tagállamok aktív részvételére van szükség. A módszer emellett visszafordíthatóvá tenni a folyamatot, vagyis ha a tagjelölt ország visszalép a szükséges reformoktól, akkor az Unió is visszaléphet a bővítési folyamattól. First, the process has to be more credible. A szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős magyar biztos az Európai Parlament ülésén most arról beszélt, fontos, hogy az összes tagállam elkötelezettséget mutasson a nyugat-balkáni bővítést illetően, és az is, hogy egy mindkét irányból megbízható rendszert alakítsanak ki. Ahhoz, hogy szavahihető partnerek legyünk, nekünk is teljesíteni kell az ígéreteinket. Albániával és Észak-Macedóniával meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat, ugyanis mindkét tagállam teljesítette az ehhez szükséges feltételeket, fogalmazott Várhelyi Olivér. A vitán a Momentumos Cseh Katalin arról beszélt, az új bizottság bővítési javaslata objektív kritériumokat állított fel a jogállamiság megítéléséhez, de ezeket szerinte először a már meglévő tagállam kell hatékonyan ellenőrizni. A fideszes Gál Kinga viszont kiemelte, a magyar biztos irányításával a bizottság rövid időn belül eredményorientált, jól megalapozott és hatékony javaslatot tett egy rugalmas bővítési módszertanra. Lényeges minden olyan lépése a bizottságnak, amelyik sikeres bővítés segít elő, hiszen itt a Nyugat-Balkán országainak jövője, kontinensünk biztonsága és az EU hitelessége a tét. Ami a bővítést illeti, önök tudják, hogy Magyarország szószólója a bővítésnek. Az uniós bővítés fontosságát hangsúlyozta a hétfőn Berlinben Orbán Viktor miniszterelnök is, amikor Angela Merkel kancellárral találkozott. A magyar kormányfő ugyanakkor nem csak Észak-Macedónia és Albánia csatlakozására hívta fel a figyelmet, mint mondta, Európa biztonsága szempontjából elengedhetetlen Szerbia felvétele is. Most persze mindenki Macedóniáról és Albániáról beszél, ami indokolt, érthető és helyes, de majd arra fogom fölhívni a kancellár asszonynak a figyelmét, hogy az egész nyugat-balkáni bővítésnek a kulcsországa a Szerbia, és a szerbiai tárgyalás, szerbekkel való tárgyalásokat kell minél hamarabb fölgyorsítani és eljuttatni a végső stádiumba, mert csak az ő fölvételük jelenthet garanciát a Nyugat-Balkán stabilitására. Az unió bővítése a márciusi brüsszeli csúcson is napirenden lesz. Szerbiával már zajlanak a tárgyalások, Albánián és Észak-Macedónián kívül pedig Montenegró és Törökország is tagjelölt. Két új csarnokkal bővült Dél-Kelet-Magyarország legnagyobb gépgyártó és autóipari társasága, a kanadai Linamar. Békés Csabán elektromos autókhoz szükséges hajtásláncok, Orosházán pedig az építőiparban használt emelőgépek gyártása zajlik majd. A két beruházás összesen 250 új munkahelyet hoz létre. Magyar Levente államtitkár azt mondta, hogy Magyarország kedvező helyszíne az innovatív beruházásoknak. A világ 200 országából 16-ak vagyunk az ide érkező külföldi tőke tekintetében, és egészen előkelő helyen szereplünk, az 5. helyen szereplünk, ha azt nézzük, hogy ez a tőke hány munkahelyet hoz létre lakosság arányosan a különböző országokban. Tehát 200-ból az 5. helyen van Magyarország e tekintetben.
A gazdasági piaci igényeket és az egyetemben rejlő tudományos lehetőségeket összekapcsoló platform jött létre a Veszprémi Pannon Egyetemen, amelynek célja a térség innovációjának előmozdítása, jelentette be a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Birkner Zoltán azt mondta, hogy a Veszprémihez hasonló platform létrehozásáról november óta 5 vidéki és 11 budapesti egyetemen döntöttek. Hangsúlyozta, hogy a platformok lehetőséget teremtenek a szakpolitikai irányok megismerésére, valamint a gazdasági és tudományos szereplők közötti szorosabb együttműködésre. Az a célunk, hogy Magyarországon a jó elemeket összekapcsoljuk. Az a célunk, hogy Magyarországon a kutatásfejlesztést, a vállalati gondolkodást, a piaci igényeket és azt a fajta képességet, ami az egyetemekben ma benne van, azt összekapcsoljuk. Nem adtak egyértelmű választ a baloldali pártok arra, hogy elfogadják-e a Gyurcsány Ferenc által vasárnap felvázolt koalíciót. A szocialisták szerint az ötlet jó, de még sok feladatot kell elvégezniük. Az LMP frakcióvezetője azonban arról beszélt, hogy nem térhet vissza a 2010 előtti kormányzás. Elemzők szerint viszont, ha a DK-nak sikerül szövetségbe olvasztania a baloldalt, egyértelmű lesz, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti majd az együttműködést. Van itt egy nagyon egyszerű igazság. Vagy együtt győzünk, vagy sehogy. Egyértelműen fogalmazott vasárnap Gyurcsány Ferenc arról, hogy szerinte a baloldali pártoknak egymás nélkül nem megy a politizálás. Legalábbis elméletben, a gyakorlat viszont Gyurcsány Ferenc szerint sem ilyen egyszerű. A pártok ugyanis, ahogy fogalmazott, nem bírják egymás szagát. Nem kéne megmondani a választóknak, hogy a végén együtt fogunk kormányozni? És tudják, a közös koalíciós kormányzás egymásért viselt felelőssége messze több, mint az, hogy egy vagy két vagy három listán vagyunk. Ez a helyzet. Mert hogy még brutálisabban fogalmazzak, akik nem bírják egymás szagát kampányban, azok hogyan fogják bírni egymás szagát kormányon? Itt mindenkinek áldozatokat kell hozni, még azoknak is, akik adott esetben a legnagyobb támogatottsággal rendelkeznek. Gyurcsány Ferenc kijelentéseire nem is reagáltak a baloldali pártok. Hétfőn a szocialisták is csak az újságírók kérdésére mondtak annyit, hogy bár a koalíció gondolatával egyetértenek, az együttműködésnek biztosan ára lesz. Kunhalmi Ágnes ugyanakkor az M1 kérdésére bizakodó választ adott, azt mondta, úgy látja, a pártok képesek lesznek áldozatot hozni. Én azt hiszem, hogy elzárkózni senki sem zárkózott el az ön szavaival élve, sőt a pártok a nyitottságukat fejezték ki, úgy fogalmaztak a többi párt is, hogy nem zárkózunk el, de addig még nagyon sok mindent el kell végeznie a pártoknak, és ez így is van. Én semmiképpen nem tartom jó ötletnek. Csak hogy a zöldek, vagy ahogy eddig hívták őket, az LMP frakció vezetője például már hétfőn szintén az újságíró kérdésére leszögezte, ha részt is vennének egy ilyen felállásban, csak úgy, ha a pártok mérsékletet mutatnának, és garantálnák, hogy a 2010 előtti kormányzás nem térhet vissza. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan körülményeket alakítsunk ki a magyar politikában, aminek a végén garantálni tudjuk azt, hogy 2022-ben nem csak a fontos változás történik, a fontos kormányváltás történik meg, az nyilván egyértelmű, hogy annak meg kell történni, de arra is garanciákat kell tudnunk lefektetni, hogy ezzel együtt nem térhetünk vissza a 2010 előtti időszakra. A demokratikus koalícióba szeretné beleszervezni az egész baloldalt. Elemzők szerint viszont a koalícióval ez elkerülhetetlen lenne. Most egy demokratikus pártoknak a koalícióját szeretné megszervezni, az összes baloldali pártot egy egységbe, és ezzel a pártszövetséggel, ezzel a balliberális pártszövetséggel neki indulni a Fidesz ellenében. Ha pedig ez a demokratikus koalíciója a baloldali pártoknak, akkor nem nagy kérdés, hogy ki fogja vezetni. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport igazgatója az M1-en hangsúlyozta, ha a Gyurcsány Ferencnek sikerül pártszövetségbe szerveznie a baloldalt, egyértelmű lesz, hogy ő irányít majd. Már csak azért is, mert a többi pártnak még stratégiája sincs. Ma van a biztonságos internet napja, több mint 150 országban egyszerre hívják fel a figyelmet a világháló tudatos használatára, illetve annak veszélyeire. A biztonságos internet program projekt koordinátora azt mondta, hogy bár az internet alapvetően jó dolog, vannak veszélyek, amikre mindenképpen oda kell figyelni. Kurko Zsuzsanna úgy fogalmazott, hogy a szülők és a pedagógusok felelőssége óriási, hiszen a felnőttek adják a gyerekek kezébe a digitális eszközöket.
vigyázunk rájuk az offline térben, ugyanezt meg kell tegyük az online térben is. A pedagógusoknak is hasonlóan nagy szerepük van, nagy felelősségük, hiszen ők azok, akik minőségi időt délelőtt a gyerekekkel töltenek, ők azok, akik segíteni tudnak, vagy segítséget kell nyújtsanak problémás esetben. Bemutatták a Lőrinc Kálmán nyugalmazott vezérezredesről szóló filmet. Lőrinc Kálmán a Magyar Honvédség valamennyi tiszti, főtiszti és tábornoki rendfokozatát viselte. 1989. december 1-én nevezték ki a legmagasabb katonai beosztásba, majd az 1990-ben átalakult Magyar Honvédség első parancsnoka lett. Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt mondta, hogy Lőrinc Kálmán példája is mutatja, hogy a katona egy életen át szolgálja a nemzetét. Ha a filmet megtekintjük, az a szellemiség, az a szemlélet, a haza iránti elkötelezettség, a hűség, a lojalitás, a bajtársiasság, a fegyelem, és lehetne még számtalan példáját sorolni, az mind-mind jelen kell, hogy legyen napjainkban is. És ha jelen van, akkor születhetnek példaképek. Megérkezett a tavasz Izraelbe, elkezdődött a szellőrózsák virágzása a Negev sivatag északnyugati részén. A milliónyi skarlátvörös virág ilyenkor szőnyekként borítja be a dombokat, és rengeteg kirándulót vonz. Szokás szerint január végétől március közepéig tart a tavaszköszöntő fesztivál, amikor a helyiek el is látogatnak a híres természeti látványossághoz. Vörös szőnyekként lepi el az izraeli Sokeda erdőt és környékét a szellőrózsa. Ez a gyönyörű látvány jelzi, hogy vége a télnek is megérkezett a tavasz Izraelbe. A Negev sivatag északi részén tökéletes az időjárás a szellőrózsa virágzásának. A hűvös idő és a sok csapadék hatására ilyenkor milliónyi szál nyílik ki minden évben. Januártól márciusig tavaszköszöntő fesztivállal ünnepelnek a helyiek. Az úgynevezett Dáromádom, vagyis a Vörös Dél fesztivál heteken át családokat és természetjárókat vonz a környékre. Egyszerűen szívderítő, az embernek jó kedve kerekedik ettől a látványtól. Nem találkozunk minden nap ilyen csodás tájjal. Az ember itt állhat órákig, és akkor sem tud betelni vele, mondta egy helyi nő. Izraelben a szellőrózsa védett növény, ráadásul az ország egyik jelképe, ugyanis néhány éve egy szavazáson Izrael nemzeti virága lett. A vöröslő mezőkön a sétálás és fotózkodás mellett ilyenkor rengeteg program zajlik. Biciklizést szerveznek a környékre, de piknikezés, mezőgazdasági vásárok, futóversenyek és egyéb kulturális programok is várják az érdeklődőket. Amikor kislány voltam, most már 60 éves vagyok, Izrael szerte mindenhol lehetett látni szellőrózsát. Ma már sokkal kevesebb az országban a zöld terület, és így ez az egyetlen térség, ahol ennyi gyönyörű szellőrózsát láthatunk egy helyen, mondta egy másik látogató. A Tel Avivtól és Jeruzsálemtől egy órányira lévő térség nem csak az izraeliek kedvenc helye, nagyon sok kirándulást éppen a szellőrózsa virágzása köré szerveznek külföldieknek. Régen leszették Izraelben a szellőrózsát, de ma már védett növény, és ezért is terem ilyen nagy mennyiségben. A szellőrózsa évelő növény, és mivel virághagymája a földben van, és ezáltal védett, így a tél folyamán is meg tud maradni, mondta a Jeruzsálemi Egyetem professzora. A Negev sivatagnak különös fontossága van a zsidó kultúrában és a nép történelmében, már a bibliai időkből Mózes és Ábrahám nevéhez kötik. Ma népszerű turista célpont, bicikliutak, gyalogtúrák, érdekes bányák várják a kirándulókat.